Az új évad első edzését hétfő délelőtt tartotta a Nyíregyháza Blue Sharks. A csapatból többen hiányoztak, a távozó Nagy Krisztián mellett a szkopjei Európa-bajnokságon szereplő Sitku Márton, a szófiai ebé utáni pihenőjét töltő Fazekas Csaba és a délután érkező egyik új szerzemény Bazsó Bruno sem volt ott a Continental Arénában. A többieket viszont alaposan megizzasztotta a konditeremben Tarnóti Zalán erőnléti edző. Korábbi évektől eltérően egy nagyon komoly mérési rendszerrel indítjuk az évet, és erre progresszívan építjük fel a munkát, de egyébként a hangsúly az a robbanékonyság kiszolgálásán van. Mint Siska János edző elmondta, az első hét még amolyan rávezető hétnek számít, a cél az, hogy felmérjék a játékosok állapotát. Az első napokban teszteket végeznek el a srácok, felméréseket, holnap megyünk Debrecenbe egy terléses EKG-s tesztre, illetve próbáljuk felvenni a ritmust. Még nem vagyunk teljes létszámmal, de folyamatosan érkeznek a játékosok, és egyre keményebb munka lesz. Az első edzésen már ott volt a Blue Sharks új szerzeménye, az átcsoportos Soprontól érkező Tóth Gerge is. A 205 cm magas center reményei szerint segítségére lesz majd a kékcápáknak. Volt egy készsérülésem és válisztakadásom. Úgy mondanám, hogy használhatatlan voltam a múlt szezonban, az A csoportban. Nagyon sok mérkőzést kihagytam. Én úgy gondolom, hogy ez a B csoport elég erős ahhoz, ez a liga, hogy újra visszanyerjem a formámat, segítsem ezt a csapatot legjobb tudásom szerint, és ha úgy alakul, ezzel a csapattal is meg tudjuk próbálni az A csoportot, ha sikerül feljutnunk. Természetesen ez a célom, és a csapat célja is. Tóth Gergely mellett Busz Iván a nyíregyháziak legrutinosabb játékosa. Az irányítóra korábbi csapatkapitány Nagy Krisztián távozása miatt az eddigieknél is több teher hárul majd. Már lehetett tudni szezon vége felé, lehetett sejteni, hogy Kriszó nem marad. Így ugyebár Cingivel mi maradtunk a két legidősebb hazai játékos, így valószínű, hogy nagyobb szerep hárul majd ránk az öltözőben és a pályán is. A pályán igazából évről évre nagyobb szerep hárul rám, amit már említettem is, és mindig igyekszem alkalmazkodni, illetve megfelelni az elvárásoknak. Idén sem lesz ez másképp. Fura lesz, hogy még mindig úgymond csak 25 éves vagyok, de már a rutin rókák közé fog tartozni a csapatba. Igyekszem majd megfelelni. A kék cápák egy néhány napos szlovákiai túrától eltekintve hazai környezetben készülnek. Tornát nem rendez a Blue Sharks, amely így A és B csoportos csapatok elleni idegenbeli edzőmeccsekkel készül majd fel a 2018-2019-es szezonra.